Köszöntöm a nézőket és üdvözlöm a stúdióban Péter Filipa olvasás szociológust, a Pest megyei könyvtár munkatársát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Örülök, hogy ismét itt lehetek. És ugye most az apropója igazán, amire én gondoltam a beszélgetésünknek, az lenne, hogy ugye nem régen volt egy országos programsorozat a könyvtárakban, mégpedig az Internet Fiesta, amihez ugye a Pest megyei könyvtár is csatlakozik már évek óta rendszeresen, és különböző programok vannak a hét folyamán az internethez kapcsolódva, és erről szeretnék egy kicsit beszélgetni, illetve többet megtudni arról, hogy mennyire hódít teret az internet már az olvasásban is, tehát gondolok itt konkrétan mondjuk az e-könyvekkel terjedésére. Hát az, amit látunk, hogy körülbelül 2000 volt, tehát az ezredforduló volt egy vízválasztó ebben a történetben, addig az olvasáskutatás terén is, amikor arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek mit olvastak, akkor csak egyértelműen a papír alapú könyvek jöttek szóba. Mert hogy más nem is igen volt. Na most az ezredforduló táján, amikor már az internet is egyre inkább kezdett elterjedni, és hogy egyre több tartalom került fel oda, akkor már például ezekbe a kérdőívekbe bekerültek azok a kérdések is, hogy és az interneten szokott-e, milyen oldalakat látogat, mennyi időt tölt ott, és a többi. Hagyományosan a könyvtárak életében két csúcs van, amikor a rendezvények nagyon gyakran összpontosulnak. Ősszel, október elején vannak ezek az őszi könyvtári napok, tavasszal pedig ennek a rendezvénynek a testvérpárja tulajdonképpen az Internet Fiesta, amikor éppen az elektronikus tartalmakra igyekszünk felhívni a figyelmet, és hogy azt látjuk, hogy erre egyre nagyobb az igény és az érdeklődés is. Ebben az évben mi a QR kódra, illetve az e-könyvolvasókra koncentráltunk, és az előadóinkat is úgy hívtuk, illetve a programjainkat úgy szerveztük. Lehet látni, és hogy tulajdonképpen mindig az a kérdés, és felszokták tenni, hogy hát vajon nem riválisai-e egymásnak a hagyományos nyomtatott könyv és egy ilyen e-könyvolvasó. Amit látunk, hogy ugyanúgy, aki szereti a kultúrát, az olvas is újságot, tehát könyvet is olvas, újságot is olvas, szeret színházba járni nagyon gyakran, mozit néz, és a többi. És a könyveknél is hasonló a helyzet. Tulajdonképpen az olvasó embernek mindegy az, hogy milyen felületen vagy milyen formában jut hozzá a szöveghez. Az a lényeg, hogy ő a történetet valahogy megismerje. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy a fiataloknál ez egy csali, vagy mivel ők nagyon szeretik és nagyon nyitottak, fogékonyak az eszközökre, ezért látjuk, hogy például azok, akik papíralapon esetleg idegenkednének az olvasástól, az tetszik nekik, hogy van egy olyan készülék, ami nagyon hasonlít, vagy sok esetben akár a telefonon is elérhető szöveget jelent, és a többi. Tehát, hogyha az e-könyvolvasóról van szó, akkor ha ő kap egy e-könyvolvasót, akkor esetleg azt is elolvassa, amit más különben nem olvasna el, és ezért mi biztatjuk, és hogy mi is, tehát ugye egy könyvtár, hogy nem életidegen dolog egy könyvtártól az, hogy az e-könyvolvasókkal foglalkozzon. Most volt olyan előadónk, aki elmondta, hogy milyen típusok vannak, melyik mit tud, mire kell figyelni, de hát, hogy ennek kapcsán például az internetes, mert akkor már az ember, ha a tartalmakra figyelünk, akkor azt is látjuk, hogy nem pusztán a könyvek vannak az interneten, hanem az egyéb tartalmak is. Ha a fiatalok ott vannak, akkor ezt az alkalmat mindenképp meg kell ragadni arra, hogy elhívjuk a figyelmüket arra, hogy veszélyt is jelent az internet használat. Ezt tudjuk, hogy pusztán a közösségi oldalaknál nagyon tudatosnak kell lenni a szülőnek is, meg a gyereknek is, hogy mit teszek ki magamról, mi az, amit egy közösség bármely tagjával megosztok, vagy sem. Tehát ezek mind alkalmak tulajdonképpen arra, hogy valamiképp az olvasásról beszéljünk, és az, hogy most a gyerek min olvassa ezt eljed, vagy a felnőtt is, az nem érdekes. Ez nem szempont. Ugye azért talán sokat, mert bevallom nekem is, nekem fontos, hogy érezzem a könyv illatát, és nagyon szeretem a könyvek illatát, tehát hogy én azért egy kicsit így idegenkedem az e-könyvektől, de nyilván hát a fiataloknak azért ez nagyon tényleg vonzó lehet, és amiért viszont elgondolkodtam rajt, az az, hogy hát így, hogy már kezdek korosodni én is, a szemem romlik,
És hogy talán ennyiből az e-könyvek praktikusabbak, ugye ott tudom állítani például a betűnagyságot, hogy az idősek korosztályában mennyire jellemző az, hogy használják az e-könyveket, pont esetleg emiatt, az előny miatt. A nyomdák, illetve a könyvkiadók kifejezetten úgynevezett öregbetűs könyveket szoktak megjelentetni, ami pusztán annyit jelent, hogy nagyobb betűmérettel nyomják ugyanazt a szöveget, éppen azokra az emberekre gondolva, akiknek például már a látásuk nem annyira jó. Nálunk is a könyvtárban egy külön a gerincén a könyveknek elhelyezünk egy jelet, egy kis színes csíkot, hogy megkülönböztetve azt, hogy akinek baj van a látásával, az tudja, hogy garantáltan itt nagyobb betűs könyveket talál, úgynevezett öregbetűs könyveket, de ezeknél az e-könyvolvasóknál ez mindenképp lehetőségként ott van, tehát mindenki tudja saját magának állítani a betűméretet, tehát aki apró betűben azt nem tudná olvasni, az saját maga igényeihez tudja ezt igazítani. Nálunk a családban az egyik gyerekünknek van ilyen e-könyvolvasója, illetve a nagymamának. Nagyon érdekes, hogy így a két szélső generáció, akik ezt használják, és hogy a nagymama, ő sokat utazik, és egy mozgékony ember, ő mindig viszi ezt magával, mert azt mondja, hogy a bőröndbe, pláne, hogy limitált a kiló, amit fel lehet vinni például a repülőre, akkor azt hát igyekszik jól kihasználni, és akkor ez nagyon praktikus, pontosan, de ő neki például problémái vannak, hogy a tartalmakat hogy tudja feltölteni. Na, itt jön a képbe az unoka, az unokával akkor ez egy közös pont, ismét egy közös pont, és akkor mindig az van, hogy megbeszélik, hogy mit honnan érdemes, mit szeretne a nagymama olvasni, ezt az unoka feltölti neki, a nagymama megviszi magával. Tehát, hogy abszolút, tehát azt gondolom, hogy nem csak a fiatalok szeretik, mert hogy ők ezt nagyon könnyen és nagyon otthonosan bánnak vele és alkalmazzák, az idősebb emberek számára pedig más okok miatt praktikus ez. És az elképzelhető egyébként szerinted, hogy az e-könyvek teljesen kiszorítsák majd évek vagy évtizedek múltán mondjuk a nyomtatott könyveket? Tehát, hogy ezek teljesen Szerintem nem. Azt látom, hogy a könyvolvasó emberek olyan érzelmi kötődéssel vannak a hagyományos könyvek irányába, amit persze tudjuk, hogy porolgatni kevesebbet és ápolgatni kevesebbet kell egy e-könyvolvasót, mert hány ezer könyv elfér egy ilyen készülékben, viszont azt is látjuk, hogy bogarászni sokkal nehezebb, tehát az, hogy oda megyünk a polchoz, és akkor az ember végignézi, kézbe veszi, ez egy más viszony. Tehát nem éppen tavalyi év során könyvesbolti vásárlókat 600 embert kérdeztek arról, hogy rendelkeznek-e e-könyvolvasóval, illetve szándékoznak, tervezik-e ennek a vásárlását, és nagyon sokan, különösen a fiatalok között voltak olyanok, akiknek van készülékük, akiknek nincs, azok pedig mindenképp a tervek között ezt számon tartják, de az is igaz, amit elmondanak, hogy semmiképp nem mondanának le. Tehát kell birtokolni, az ember szereti azt, hogy kézbe tudom venni, az egy más élmény. Én nem gondolom, szerintem a kettő tökéletesen meg fog élni egymás mellett. Tehát nem hiszem, hogy ez itt elmúlna. És egyébként területi megoszlás az megfigyelhető-e, hát így mondjuk országon belül, Magyarországon, hogy hol használják gyakrabban, vagy elterjedtebben az e-könyveket, tehát itt van-e összefüggés mondjuk a gazdasági fejlettség és hát az e-könyv használat között? Én ilyet nem olvastam, de amit az egyéb más területekről a kultúrával kapcsolatban tudunk, hogy olvasottabbak, többet áldoznak rá azok, akiknek jobbak az anyagi körülményeik, és az iskolázottabb emberek. Tehát ez a kettő nagyon összefügg. Tehát a gyerekeinknek is csak azt szoktuk, illetve a könyvtárba látogató gyerekeknek, hogy miért érdemes olvasni. Azért, mert aki jobban olvas, annak a tanulmányokban is nagyobb sikerei vannak. Akinek jobban megy az iskola, és jobbak az eredményei, az nagyobb eséllyel jut be a felsőoktatásba, és akinek van diplomája, annak nagyobb lesz a fizetése. Tehát egész egyszerűen ilyen nagyon egyszerű ez a lánc, lehet mondani. Tehát ugyanígy azt gondolom, hogy annak van esélye, hogy megvásárolja, annak telik rá, és igénye is annak van, aki már az iskolázottságban ott tart. Tehát szerintem ez ugyanígy, de nem volt, tehát konkrétan ilyen kutatást nem olvastam, de az egyéb összetevők mind ebbe az irányba hatnak. És van-e egy életkor, amitől töltem, ajánlanád az e-könyvet, vagy tehát egész kicsi korban mondjuk, vagy alsó tagozatos általános iskolásoknak adná le a kezükbe már e-könyvet annak érdekében, hogy mondjuk
megszeressék az olvasást, ha máshogy nem tudom rávenni a kisebb 7-8 éves gyerekemet arra, hogy olvasson. Teljesen mindegy, hogy min olvas az a gyerek. Egyébként a gyerekek is szeretik magát a könyvet, a könyvek alapozgatását, de hogyha van a családban, én elsősorban mondjuk a gyerek kezébe könyvet ad, tehát nyomtatott könyvet adnék, de ha van a családban, és utaznak, és nem tudom, tehát praktikus, akkor biztos, hogy nem zárnám előle, és nem hagynám ki a gyereket ebből az élményből. Miért ne? Tehát ők nagyon ügyesen előbb fogják, és jobban fogják tudni használni, mint mi magunk, tehát ettől én nem félnék, hogy ők ezt ne tudnák kezelni. Ha érdeklődik iránta, hát az a lényeg, hogy jó tartalom. Inkább az a kérdés, hogy mit teszünk, és mit töltünk fel rá. Tehát akkor olyan szöveget, azt a mesekönyvet, azt a történetet, amit ő szeret, ami iránt érdeklődik, hogy legyen neki élmény, és azt jó kedvel, örömmel csinálja. Igen, így van. Tehát, hogy bőven megférhet egymás hogy mellett a modern technika és a régi hagyományos nyomtatott könyvek. Milyen egyéb más programok lesznek most a Pest megyei könyvtárban a közeljövőben? Hát ami a mi életünkben most egy jelentős esemény lesz, ami hosszú évek óta nem volt ilyen típusú rendezvényünk, jövő szerdán 15-én, április 15-én a Könyvtárosok Világnapjához csatlakozóan, ami 14-én van minden évben, április 14-én, lesz egy olyan konferenciánk, ahova külföldi előadókat is várunk. Ennek a másik apropója az, hogy éppen 40 éve annak, hogy Szentendrére költözött a Pest megyei könyvtár, azt sokan nem szokták tudni, hogy eredetileg, amikor létrejött és megalakították, akkor a Váci utcában, tehát Budapesten volt az első helye, aztán utána a Moszkva tér, ma Széll Kálmán tér ott az egyik sarkon, és onnan 1975-ben költözött ide ki. És ez hogy éppen Szentendrére? Mert akkor egy kormány határozott született, hogy a Pest megyei könyvtár kerüljön ki Budapestről valamelyik városba, és Szentendre nyerte ezt tulajdonképpen meg. Azt gondolom, hogy ez a város számára is egy nagyon előnyös helyzet volt, mert hogy megyei könyvtári gyűjtőkörrel, tehát a szokásosnál sokkal nagyobb állománnyal, hát csak nem 200 ezer kötet van, 300 féle folyóirat, ami egy igen nagy állományt, aminek szerintem az itteni lakosok nagy haszonélvezői, mert mondjuk egy ilyen méretű város nem szokott ekkora könyvtárral rendelkezni. Tehát ez így mindenképp szerencsés. És ami apropója lesz ennek a történetnek, ennek a jövő szerdai történetnek, hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy vannak-e országspecifikus kedvenc szerzők, vagy pedig van egy nagy világvonulat ebben a történetben. Jönnek Finnországból, előadó lesz például Németországból, és a határon túli területekről is, Kézdivásárhelyről, illetve Zilakról érkezik ottani könyvtáros kollega. Arra kértük őket, hogy készüljenek, és nézzék meg, hogy 2005-ben, illetve 2014-ben náluk mik voltak a kedvenc olvasmányok. Amióta a könyvtáraknál elektronikus leolvasással megy a kölcsönzés, azóta minden adat ott gyűlik, és nagyon sok minden adat kinyerhető ebből. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen vannak olyan nagy kedvencek, akik egy adott pillanatban ott vannak ezeken a top listákon, a 10-es, 20-as listákon, és hogy ezeknek a köre tulajdonképpen egy zárt kör, egy részük az, akik évtizedek múltán is ott vannak, de ezek általában a hazai szerzők. Tehát esetünkben Szabó Magda, akkor még a kötelezők közül Mikszáth, Jókai, de mondjuk Márai is ilyen, és akkor vannak azok, akik pedig jönnek és mennek, tehát csak néhány évig szeretik és keresik az olvasók, amit egyébként így napi szinten is látunk, hogy vannak olyan szerzők, akiket nagyon keresnek, tulajdonképpen nem tudunk annyi példányt beszerezni, hogy ne legyen várólista rájuk, és akit most ennyire favorizálnak, és ennyire ott vannak a kedvencek között, mondjuk 3 év múlva már tulajdonképpen az az egy példány is bőven elég, mert hogy elmúlik, mert jön helyette valaki más. És most ezeket fogjuk megnézni, úgyhogy mi is nagy érdeklődéssel várjuk, amit előzetesben, összefoglalóban megküldtek nekünk az előadók, ezt látjuk. De hát majd akkor fog igazából kiderülni, hogy ők mit mondanak és mit tesznek hozzá ehhez a történethez. Úgyhogy a városvezetés is majd képviselteti magát, tehát most ez így a mi életünkben egy nagyobb esemény lesz.
Tehát akkor ebből esetleg kiderülhet az, hogy vannak örök érvényű kedvenc írók, és van egy bizonyos divat is esetleg az olvasási igény, tehát írók szeretetében? Így van, tehát hogy mindig vannak a legfrissebb művek és a nagy szerzők, a felnőtteknél is, meg a gyerekeknél is. Uh-huh. A gyerekeknél például az egész Harry Potter sorozat, hogy Rowling akkor minden listát vezetett. Most azt látjuk, hogy mondjuk a 10-es, 20-as listánkon ott van, de lejjebb csúszott, mert hogy mások kerültek az élre. Tehát ő valahogy megtalálta a fix pozíciót, és azt is látjuk, amit mondanak a könyvkiadók, hogy például éppen ők azok a szerzők, mint Rowling is, meg társai, akiket újból ki kell adni, mert hogy felnő egy újabb generáció, akinek újból élmény, és hogy ott van azért a listán, csak egy kicsit lentebbi régióban, és most van helyette egy aktuális, akik ugyanerre számíthatnak, hogy majd a lejjebb csúsznak, mert hogy majd jön a következő nemzedék az írók között is, de hogy azért azt lehet látni, hogy vannak, akik nem kopnak ki. Tehát amit szoktunk mondani, hogy az Abigail Magyarországon az egy annyira fix pont, tehát hogy annyira szeretik, de mindenféle korosztály, a férfiak és a nők is, az iskolázottabbak és a kevésbé iskolázottak is. Tehát Szabó Magda valami olyan nagyot alkotott ebben a történetben, pláne, hogy van filmes változata is. Igen. Ez nagyon segít ennek a dolognak, mert hogy sokan esetleg csak a filmmel találkoznak először, utána olvassák el a könyvet, és aztán ilyenkor szoktam megnyitni a kapukat, hogy az életmű egyéb műveire is irányul a figyelem. És azért van még egy program, amit emeljünk ki, ez a zsíros kenyér extrákkal, ami szintén, ha én jól tudom, akkor már több éve zajlik nálatok, ugye? Ez nagyon érdekes, mert egy jó 10 évvel ezelőtt volt ez a kezdeményezés, akkor egy egész rendezvénysorozat épült erre. Tulajdonképpen most ezt felelevenítettük, mert hogy az előző években is mindig voltak előadóink, és ilyen író-olvasó találkozók rendszeresen zajlottak nálunk. Most ez a zsíros kenyér extrákkal, ez annyival több, hogy ilyenkor vendégül látjuk az olvasót is. Tehát valóban ilyenkor ott van a ropogós zsíros kenyér lilahagymával, amit előtte is, közben is, utána is lehet fogyasztani, és hogy igyekeztünk és törekedtünk arra, hogy olyan előadókat hívjunk, akiket már nagyon régóta vártak az olvasók. Tehát, hogy például most egy-két hete volt nálunk Dragomán György és Szabó T. Anna, a házaspár, aztán előtte volt Vejszer Alinda, és most pedig a következő 20-án jön Grecsó Krisztián, 27-én pedig Krasznahorkai László és Kepes András fognak egymással beszélgetni. Ez az, ami elmaradt. Ez az, ami elmaradt. Ugye? Így van, februárra volt tervbe véve, de akkor Krasznahorkai László betegsége miatt kénytelenek voltunk lemondani, úgyhogy erre azért lesz most, mert ez általában havonta egy ilyen beszélgetésre kerül sor, most ezért lesz így, hogy két egymást követő hétfőn, 20-án is, meg 27-én is lesz programunk, mert hogy pótolni szerettük volna, mert hogy várják az olvasók, és valahogy ez sikerült itt, tehát van az előadóknak, én azt gondolom, hogy vonzereje, de valamiképp ez a kis vendégség és vendéglátás is valami pluszt ehhez hozzátesz, úgyhogy nagyon jó hangulatban, és hogy hát ilyenkor mindig lehetőség van az érkező érdeklődőknek, a személyes kérdések feltételére, tehát törekszünk arra, hogy ne csak a beszélgetés hangozzék ott el, hanem legyen arra mód, hogy azokat az egyéni kérdéseket feltessék, illetve hát mindig dedikálnak is a szerzők, és hát akkor egyrészt olyankor is lehet még beszélgetni, tehát tulajdonképpen alig tudjuk bezárni és befejezni ezeket az esteket, mert hogy annyira szeretik az olvasók. És hogy ami nagyon fontos, hogy ingyenesek, és ezek a előbeszélgetések, programok. Így van, az nagyon-nagyon fontos, mert hogy vannak, tehát ezeket az előadókat lehet máskor is máshol látni, de hogy a könyvtár arra törekszik, hogy ez ne legyen akadálya, tehát hogyha valakiben ott van a szándék és a kedv, akkor tudjon eljönni és meghallgatni az előadót, úgyhogy minden esetben ingyenes. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és ezt a nagyon sok értékes információt megtudtuk tőled, és hát nagyon sok sikert kívánok a továbbiakhoz, a programokhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük Önöknek is a figyelmet, és természetesen tájékozódhatnak részletesen a Pest megyei könyvtár honlapján is a különböző programokról, és vegyenek részt rajtuk. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!